Nem győzöm eleget mondani. Tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz, s mert élsz, gazdag lehet. Gróf Szentegyedi és Cegei Vas Albert, erdélyi magyar író és költő. A magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja, a hivatalos irodalom történet, mintha a tudomás se venne róla. Miközben mások a legnagyobbak között emlegetik. Masszív, politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult ki körülötte, mind Erdélyben, mind Magyarországon. Egyik leghíresebb könyve a Kard és Kasza, amelyben több generáción keresztül tekinti át a magyar történelmet, 1050-től egészen a jelenkorig, a saját, ősi nemzetségének történetén keresztül. Majd látszódni fog ebben a műsorban is, hogy megpróbáltuk ezt a félreértést, mert úgy gondolom, hogy ez egy borzasztó nagy félreértés, hogy őt leantiszemitázták, mert nem volt az, én úgy gondolom. Ez a történelemnek egy nagyon sajnálatos félreértése, ami őt ez... Tehát, hogy megbélyegezte a kommunista rendszer annak idején, de úgy gondolom, hogy egy végtelen tisztességes és egy végtelen igazi magyar volt. És végtelen tiszteletre méltó. Igyekeztünk olyan műveket összeszedni, ami, mert azért Vas Albert egy nehezen olvasható, azért többször neki kell futni, érdemes újraolvasni a könyveit, illetve a verseit, de most igyekeztünk olyan anyagokat összeszedni, ami közérthetőbb, és szívhez szólóba. Engem sújtasz, uram, amikor őt vered. Mert népem, fajtám, vérem. Az, hogy Vas Albert művészete iskolai tananyag lett, sokat segíthet abban, hogy a róla kialakított kép megváltozzon, és a jövő generációja helyén tudják kezelni őt, mondja Bor Viktor. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen ez egy nagyon jó irány, abból a szempontból, hogy kifejezetten Vas Albert bekerült, mert... Egyrészt Erdély nagyon kicsit muszáj, hogy a fiatalokat is közelebb hozza, hogy igenis ott volt a, hogy szabad ezt megfogalmazni, nem is tudom a mai nyelven, hogy a hazánk egy része, talán ez a pontos kifejezés. Talán akkor majd megértenek egy idő után Trianonból is valamit, meg talán egy kicsit a szívükben a magyarság tudat azért nem csak pislákolni fog, hanem fel is ébred, mert ez nagyon fontos, úgy gondolom. Én azt gondolom, hogy az az ember, aki kénytelen emigrálni egy rendszer elől, és én nem hiszek egyébként az öngyilkosságában, nem hiszem, mert hát elég gyanús körülmények között halt meg, ugye. Én azt gondolom, hogy az az ember, aki ilyen hittel és ilyen erővel, még az emigrációban is a magyarságát vállalja. Én úgy gondolom, hogy neki ez volt az élete. Tehát az, hogy magyar és erdélyi. Ezt közvetíti a verseivel, ezt közvetíti az írásaival, ezt közvetíti az egész lényével. Az életét hoztuk el. Nyilván mindent nem lehet beletenni egy órába. Meg egy kicsit ezt az életérzést, hogy mi volt Vas Albert. Én azt gondolom, ez a legfontosabb, mert maradéktalan az életét nem lehet egyetlen egy műsorban sem elmondani nyilvánvalóan, ezt el kell olvasni. A színháznak nem is dolga az, hogy most részletesen mindent elmondjon kapásból. Törekedni kell, de nem vagyunk képesek rá, mert nem lehet. Viszont azt, hogy kedvet csináljunk hozzá, azt úgy gondolom, hogy ez a műsor erre rendkívül alkalmas. Meg egy kicsit a szívünket kinyissuk. El kell mennem oda, ahol a világon annyira éhesztendők volt a gyűlés, ezek már is szórakozottak tartanak a békéről, az igazságról és az emberi jogokról. És ha nem eresztenek be az ajtókon, be kell mennem az ablakon. De oda kell állnom elébük, és meg kell mondanom nekik, hogy hagyják abba a szórakozatot. Mert nem tisztességes dolog szabadságról beszélni, és a mások szabadságát odaajándékozni az ördögnek. Igazságról és emberi jogokról beszélni, és odaajándékozni egy országot halálnak. Meg fogom kérdezni tőle, mit vétettem ellenetek, uram? És mit vétett az én népemnek a hegyek között? Majd előveszik a pénztárcáikat, mint ahogy azt a gazdagok szokták, nem tudnak megfelelni a szegények kérdéseire. De én azt mondom nekik. Nem, urak, ne a ladosnát hagytatok. Adjátok vissza a hegyeimet!